2. alkalommal valósul meg a Géniusz Alapítvány szervezésében a biológia, kémia, földrajz, tehetségmodul. A Géniusz Jótékonysági Alapítvány szervezésében immár 7. alkalommal került megrendezésre a biológia, kémia, földrajz, tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvége. A rendezvény nyitó ünnepségét február 3-án tartották a Rákóczi Főiskolán. Az előző évekhez hasonlóan idén is névre szóló meghívót kaptak a tanulók. Az első fél évben általában nagy számú gyermekkel foglalkozunk, hiszen a 15 tehetségpontban több mint 1000 fiatal vesz részt. A második fél évben azonban szakosított, tömbösített foglalkozások zajlanak, hiszen a gyerekek különböző versenyekre, kárpát-medencei, magyarországi, hazai, megyei versenyekre készülnek. Nos, 7. alkalommal valósítjuk meg a biológia, kémia, földrajz bentlakásos tehetséggondozó hétvégénket a Magyar Kormány Miniszterelnökség Bethlen Gábor alap támogatásával, idén is 3 hétvégén keresztül, péntek, szombat, vasárnaponként. Tehát harmadika, negyedike, ötödike, ez az első hétvége, 10-11-12, és majd 24-25-26-án fogunk zárni. A programra meghívást kaptak a Biológia, Kémia, Földrajz Pedagógus Szövetség által szervezett megyei versenyek, így például a Szentgyörgyi Albert kémia nyolcadikosok, illetve Margitai Antal biológia 7-8. Osztály számára megrendezett megyei verseny első 10 helyezettjei, valamint a földrajz földtudományi diákok, akik az első 10 helyezettet érték el. Természetesen meghívóval érkezhettek erre a programra, 16 fő fogadta el meghívásunkat, velük összesen 12 szaktanár foglalkozik. Ebből is látszik, hogy ez nagyon komoly felkészítést jelent. Külön csoportokban fogtok ugye foglalkozni. A tehetséggondozó hétvégig célja többek között a Magyarországon megrendezésre kerülő versenyekre való felkészítés, illetve a résztvevők természettudományi ismereteinek elmélyítése és bővítése. A program ötletgazdája és szakmai felelőse Kohut Erzsébet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biológia és kémia tanszékének tanszékvezetője. Már hagyományosan minden évben megszervezzük ezt a tehetséggondozó hétvégét, amelyiknek ugye az a célja, hogy a kárpát-medencei Herman Otto biológia, hevesi kémia és teleki földrajzversenyre készítsük fel a kárpátaljai tanulókat. Ezeken a versenyeken mindig 7. és 8. gyerekek vehetnek részt, mivel a verseny kiírás az nagyon speciális, nem illeszkedik közvetlenül a mi tananyagunkhoz, ezért ezt úgy szervezzük meg a gyerekek felkészítését, hogy 3x3 napra, 3 hétvégére behívjuk őket, ahol konkrétan a versenyre próbáljuk őket felkészíteni, majd ennek a felkészítő hétvégének az utolsó vasárnapján kerül sor a döntőre, és az a két gyerek, aki a legjobb eredményt érte el ezen a döntőn, az fogja majd képviselni Kárpátalját ezen a nemzetközi versenyen, a Kárpát-medencei versenyen. Pénteken délután kezdünk, ugye most 2 órakor van a megnyitó, azt követően egy ebéd, hogy mégiscsak iskolából jönnek a gyerekek, és aztán egészen estig programokat szervezünk nekik. Ebbe természetesen vannak foglalkozások, ahol az elméleti anyaggal fognak megismerkedni, este pedig mindig valamilyen kis játék, vagy filmvetítés, vagy sportolási lehetőséget biztosítunk számukra. Kohut Erzsébet hozzátette, hogy mivel nagyon sokrétű felkészítésről van szó, ezért számos oktató vesz részt a program lebonyolításában, akik között a főiskola jelenlegi munkatársai mellett annak egykori, most már diplomát szerzett tanítványai is jelen vannak. A teljes versenyfelkészítő 3 hétvége alatt valósul meg a Rákóczi Főiskola és a Főiskola szakgimnáziumának bázisán. A programot a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatja.